Sziasztok! Ebben a videóban kicsit tovább időzünk a szociolingvisztika területén, és közelebbről megvizsgáljuk a nyelvjárások, illetve a csoportnyelvek fogalmát. Ha még nem láttad volna, érdemes megnézni a Nyelvváltozatok című videót, hiszen az adja a bevezetést a továbbiakhoz. Kezdjünk is bele, és beszéljünk először a nyelvjárásokról. Ahogyan azt már korábban is elmondtam, picit idegen eredetű szakszóval a nyelvjárásokat dialektusnak hívjuk, és a nyelvjárás az pedig nem más, mint egy adott földrajzi területen élő sajátos nyelv használata. A nyelvjárásokkal, vagyis dialektusokkal foglalkozó tudományág, tehát a nyelvészetnek az az ága, amely a dialektusokat vizsgálja, ezt úgy hívjuk, hogy dialektológia. A nyelvjárásokról előzetesen érdemes annyit elmondani, hogy a 19. század vége óta egyre inkább visszaszorulóban vannak a magyar nyelvben, és azt kell mondanom, hogy sajnos, hiszen a nyelvjárások azok színesítenek minden nyelvet, így a magyar nyelvet is színesítik a különböző nyelvjárások. Az, hogy ezek miért tűnnek el egyre inkább a hétköznapi nyelvhasználatból, annak több oka is van. Egyrészt a 19. század végétől egyre inkább felgyorsuló urbanizáció, tehát az, hogy a falvak, tanyák, lakossága egyre inkább költözött a városokba, akár nagyobb városokba is, vagy a fővárosba. Hozzájárul ehhez az is, hogy az egyre inkább egységesülő köznyelvet, a modern tömegkommunikációs eszközök, a tévé és a rádió, azok egyre inkább elvitték a nyelvjárási változatot beszélő emberek körébe is, és egyre inkább az ő életüknek is szerves része lett a köznyelv, az, ahogyan például a fővárosban beszélnek. És mindenképpen erősíti a nyelvjárások egyre inkább eltűnésének tendenciáját, az a sok negatív sztereotípia, ami a nyelvjárásokhoz kapcsolódik. Még ma is sokan gondolják azt, hogyha valaki nyelvjárásban beszél, akkor ő egyértelműen alacsonyabban iskolázott, egy alacsonyabb társadalmi státuszú valaki, és sajnos ez a sztereotípia mai napig tartja magát, és ehhez hosszú évtizedekig sajnos az oktatási rendszer is hozzájárult, hiszen például a falusi iskolákban évtizedekig módszeresen próbálták kinevelni a gyerekekből a nyelvjárási beszédet. Tehát el tudjátok képzelni, hogy bemegy az iskolába, megszólalsz úgy, ahogy te otthon a szüleiddel vagy a nagyszüleiddel beszélni szoktál, és akkor arra azt mondja a tanítónén vagy tanítóbácsi egy tekintélyszemély, hogy ez egy helytelen nyelvhasználat. Tehát sajnos ez a hozzáállás is hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan csökken a nyelvjárásban beszélők száma Magyarországon. Szerencsére ezzel kapcsolatban már azért változik a szemlélet, változik a közvélekedés. Ha megnézitek a tankönyvet, azért a tankönyv is már egészen máshogy viszonyul a nyelvjárásokhoz, sőt kifejezetten helyteleníti a nyelvjárások stigmatizálását vagy megbélyegzését, de azért még van itt tennivaló bőven, hiszen hogyha például elmegy egy állásinterjúra két jelölt, akiknek ugyanilyen kvalitásai vannak, de az egyik nyelvjárásban beszél, a másik pedig egy köznyelvi változatban, akkor azért a mai napig jó eséllyel az fogja megkapni az állást, aki a köznyelvi változatban szólal meg. Szóval ez egy szerintem viszonylag negatív tendencia, hogy egyre inkább kopnak ki a nyelvjárások, de hát egyrészt ugye a nyelv az nem olyasmi, amit mesterségesen olyan nagyon egyszerű lenne befolyásolni. Amit ebből érdemes hazavinni, az az, hogy nem érdemes, nem helyes a nyelvjárása alapján bárkit is megbélyegezni, és butábbnak, vagy igénytelenebbnek gondolni azért, mert nyelvjárásban beszél. Tehát a nyelvjárások is a magyar nyelvnek a szerves részét képezik és színesítik azt. És reméljük, hogy azért a köznyelvbe is, vagy hogy mondjam, a médiába, az elektronikus sajtóba, az interneten is egyre több olyan közszereplő lesz, aki nyelvjárást használ, egy-kettő azért már van szerencsére, és ez segíti majd a nyelvjárásoknak az elfogadását. Mivel foglalkozik a dialektológia, mint mondtam, a nyelvjárások kutatásával, vizsgálatával, ez egy elég időigényes és emberigényes tudományág, de nagyon izgalmas, nagyon sok terepmunkával, tehát beszélgetéseket vesznek föl módszeresen kiválasztott helyeken, és ezeknek az eredményeit aztán szintén nagyon hosszú és szöszölős munkával összegzik. Így készülnek például a nyelvatlaszok, vagy nyelvjárásatlaszok, ebből most készül egy új változat már 2010 óta,
az anyagokat már felvették, és most ezeknek a feldolgozása zajlik. Hogyha szeretnétek belehallgatni dialektológiai anyagokba, vagy hogy hogyan zajlik ezeknek a, vagy egyáltalán milyen szövegekből dolgozik ez a tudományág, akkor be fogom linkelni majd a leírásba. Az interneten hozzáférhető az ELTE-nek hangos könyv formában egy csomó nyelvjárási gyűjtése, érdemes ezekbe belehallgatni, akit egy kicsit érdekel a leíró nyelvészet. Na, beszéljünk egy picit a nyelvjárási régiókról. A nyelvjárások általában három tekintetben térnek el a köznyelvtől. Egyrészt a hangállományukban, tehát egyszerűen más hangzókat használnak, mint a köznyelvi változat. Nagyon sokszor használnak például kettős hangzókat, tehát nem azt mondják, hogy póló, hanem azt, hogy póló, vagy hasonlók, vagy éppen ennek az ellenkezője, kettős hangzókat egyszerűbben egy hangzóként mondanak, tehát nem azt mondják, hogy kakaó, hanem kakaó. Vagy van ugye Debrecen környékén ez a jellegzetes kakuminális cs hang. Szóval egyrészt hangállományukban térnek el a nyelvjárások, másrészt morfológiai állományukban, ez nagyon bonyolultan hangzik, de egyszerűen csak azt jelenti, hogy más toldalékokat használnak, mint a köznyelvben. Például az én nagymamám az nem azt mondta, hogy elmegyek Kovácsékhoz, hanem azt mondta, hogy elmegyek Kovácsékni. Sőt, ő ennyien mondta, elmegyek Kovácsékni. Vagy vannak nyelvjárások, ahol nem azt mondják, hogy szintén nem azt mondják, hogy elmegyek Kovácsékhoz, hanem elmegyek Kovácséknál. És lehetne még egy csomó ilyen különbséget sorolni. Egyébként ezeknek a morfológiai eltéréseknek is eltérésünk az egyik változat az úgynevezett súgsükülés, ami szintén egy nagyon erősen stigmatizált nyelvjárási jelenség. Tehát amikor nem azt mondjuk, hogy nem azt mondom, hogy meglátogatjuk a nagymamát, hanem meglátogassuk a nagymamát. Ezt is súlyos hibának szokták tekinteni, pedig egyszerűen csak egy eltérő alaktani jelenség egy-egy nyelvjárásban. És amiben még különböznek a különböző dialektusok, az pedig a szókészlet. A magyar nyelvben egyébként 10 nagy nyelvjárási régiót különítettek el. Ez a térkép, ez a tankönyvben van, tehát ott is megtalálhatjátok. A magyar nyelvben egyébként a különböző nyelvjárások nem térnek el annyira, hogy érdemben ez zavarná a megértést, tehát hogyha egy fővárosi ember, vagy mondjuk egy szegedi ember beszél egy palóc nyelvjárás beszélővel, lehet, hogy furcsának tartja a beszédét, de azért többé-kevésbé, sőt, szinte 100%-ban meg fogja érteni a másik embert. Ellentétben például a német nyelvvel, vagy a francia nyelvvel. A magyarban nincsenek akkora eltérések az egyes dialektusok között, hogy az érdemben zavarná a megértést. Ebből a szempontból talán egy kicsit eltérő az itt 10-es számmal jelölt moldvai nyelvjárási régió, ami láthatjátok, ugye ez Romániában található, tulajdonképpen az erdélyi magyarságnak a legtávolabbi része a moldvai, meg a moldvai, a hétfalusi, tehát a csángók csoportja, és ez az a nyelvjárás, aminek az az érdekessége, hogy mivel nagyon sokáig el volt szigetelve a magyar nyelv többi részétől, ezért egy jóval archaikusabb változatban őrződött meg, és ebből adódóan egy picit már nehezen is érthető a mai beszélők számára, de természetesen sajnos a csángó nyelv is egyre inkább kihalóban van, tehát egyre kevesebben beszélik a moldvai nyelvjárást, a moldvai csángó, meg az egyéb csángó nyelvjárást. Jó, tehát ennyit a régiókról. És egy picit most zoomoljunk rá a szókészletbeli eltérésekre. Ugye a nyelv azokat a szavakat, amelyek eltérnek a köznyelvi szavaktól, azokat tájszavaknak hívjuk. Tehát azokat a szavakat, amik egy adott nyelvjárásban máshogy hangzanak, mint a köznyelvben, ezeket hívjuk tájszónak. Ennek három változatáról szoktunk beszélni. Az egyik az úgynevezett valódi tájszó, ami azt jelenti, hogy az adott nyelvjárásban tényleg egy olyan szó jön létre egy adott dolog megnevezésére, ami máshol nem létezik, és aki az adott nyelvjárást nem beszéli, vagy nem ismeri, az nem is érti ezt a szót. Ilyen például a cáp, ami a mezőségi nyelvjárásban bakkecskét jelent, vagy a pitty, amit én is említettem az előző videóban, ami
Észak-Magyarországon, Heves Borsod megyében a szájnak, vagy az ajaknak az elnevezése, vagy a gúria, ami a palócban krumplit jelent. Tehát a valódi tájszó az tényleg egy egészen egy olyan szó, amit csak az adott nyelvjárásra jellemző. Aztán vannak olyan tájszavak, amik teljesen megegyeznek a köznyelvi alakkal, viszont mást jelentenek egy adott nyelvjárásban, mint a köznyelvben. Mondok egy példát, például a nagymamáméknál, vagyis ahol én felnőttem, a zöldség, az a fehérrépát jelenti, vagy más szóval a petrezselyem szárat. Ugye ebben is vannak eltérések, én fehérrépának hívom, de például az anyukám is még zöldségnek hívja. Tehát ő például a húslevesbe tesz, nem tudom, sárgarépát, krumplit, karalábét, meg zöldséget. De így például, ha elmentek Erdélybe, akkor azt vehetetek észre, hogy a tészta ott a süteményt jelenti. Ebből tudnak vicces félreértések lenni. De az egyik legviccesebb az szintén Erdélyben történt meg, amikor az ismerőseinkkel egy találkozót beszéltünk meg, és akkor azt mondta, hogy jó, maradjatok ott, ahol vagytok, és ott majd megkaplak benneteket, mert ott ugyanis a kap, ige az azt is jelenti, hogy megtalál valakit. És a tájszavaknak a harmadik csoportja az alaki tájszó, ami csak kiejtésében tér el a köznyelvi változattól, tehát többé-kevésbé fölismerhető, hogy melyik szóról van szó, de azért kiejtésében nagyon más. Így például megint csak a nagymamámra tudok hivatkozni, aki a kanalat kanának mondta, a csalánt az csanának, és a patkányt pedig potykának hívták arra felé. Tehát ez a tájszavaknak a három nagy csoportja, vagy a három csoportja. Ennyit a nyelvjárásokról, és suhanjunk is tovább a csoportnyelvek felé. A csoportnyelvnek, vagyis szociolektusnak hívjuk az egy adott társadalmi csoportba tartozók sajátos nyelvhasználatát. Ha úgy érzed, hogy ez a definíció pontosan ráillik a nyelvjárásokra is, akkor szerintem igazad van, tehát voltak éppen a nyelvjárások is egyfajta csoportnyelvet jelölnek, csak azoknak egy speciális csoportját, mégpedig az élőhely vagy lakóhely szerinti csoportok nyelvét jelölik a nyelvjárások. És egyébként nyelvi szempontból vagy nyelvészeti szempontból önálló csoportnak számít minden olyan csoport, legyen az akármennyire kicsi, akár csak néhány főből álló is, aminek a nyelvhasználata a kommunikáció céljára használt nyelvhasználata, most ebbe belezavarodtam, tehát a kommunikációs nyelvhasználata eltér a köznyelvtől, vagy más csoportok nyelvhasználatától, minden ilyen csoportnak vagy közösségnek a nyelvét tekinthetjük csoportnyelvnek. Ezek olykor egészen nagy csoportok lehetnek, mint például a hobbi nyelvek, vagy a szaknyelvek, de akár egy-egy adott iskolának, vagy egy kisebb közösségnek, egy lakóhelyi közösségnek a nyelve is lehet önálló csoportnyelv. És természetesen külön csoportnyelvet alkotnak például az életkori nyelvváltozatok, ahogyan arról már beszéltünk, most más nyelvet beszéltek, mint amilyet majd 10 év múlva fogtok, vagy 20 év múlva, tehát életkorok szerint is változik az embernek a nyelvhasználata. És a csoportnyelvekből kettőről beszélünk egy picit részletesebben, nem nagyon részletesen, mert megint fogy az időnk, de az egyik nagyon érdekes változata a csoportnyelveknek a slang. Slangnek hívjuk az azonos érdeklődési körű, sok időt együtt töltő embereknek a nyelvét, vagy nyelvhasználatát. Ez abban különbözik például a szaknyelvektől, vagy a hobbi nyelvektől, hogy a slangben nagyon erős az eltérés, a különbözés szándéka, illetve a közösségnek, az összetartozásnak az éreztetése. Tehát a slangnél nagyon erős az a törekvés, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek, de mi együtt egy közösséget alkotunk. Nyilván valamennyire ez a szaknyelvekben, meg a hobbi nyelvekben is megvan, de azért ez az elkülönülés, kicsit ez a belterjesség, ez ott kevésbé hangsúlyos, mint a slangben. És a slangben nagyon erős a szándék arra, hogy eltérjen a standardtől, tudatosan ne úgy beszéljen, ahogy a többi ember. Általában a slang az egy oldott, közvetlen, sokszor kifejezetten kreatív, nagyon sokszor játékos nyelvhasználatot jelent, ami viszont a köznyelv felől nézve sokszor obszcénnak is tűnik. Erről már sokszor beszéltem veletek, hogy nekem például a G betű szónak a gyakori használata az a mai napig ilyen tehát az nekem egy nagyon-nagyon csúnya szó, és nagyon fura hallani nap mint nap a fiatalok szájából, de hát
ez ilyen. Biztos az én fiatal koromban, meg az akkori felnőtteknek volt fura hallani egy csomó mindent, amit mi beszéltünk. Ez már csak ilyen. Tehát ennyit a szlengről, és természetesen az nagyon vicces, erre utal ez a mém is, amit ide szedtem. Magyarul nem nagyon találtam jó mémeket, úgyhogy egy angol nyelvűt szedtem. Tehát az mindig nagyon vicces, amikor egy csoporton kívül lévő ember próbálja meg használni a szlenget. Abból komikus helyzetek adódnak, vagy amikor a nyelvtan tankönyvben felnőtt nénik és bácsik próbálják jellemezni az aktuális szlenget, az is elég vicces tud lenni. Na még egy pár szót beszéljünk az argóról. Tulajdonképpen az argó az nagyon sok mindenben hasonlít a szlengre, tulajdonképpen minden jellemző rá, ami a szlengre is. Egy nagyon fontos különbség van a kettő között, az pedig a titkossága. Tehát az argónak központi eleme az, hogy csak egy adott kis csoporttagjai értség. Ebből adódóan nagyon gyorsan változik, egyébként a szleng is elég gyorsan, tehát pár év alatt változik a szleng, hogyha valaki mondjuk több mint 20 évet eltöltött egy gimnáziumban, mint én, ezt nagyon érdekesen nyomon tudja követni, és mindig van átmenet a szlengből a köznyelv felé, tehát nem tudom, 25 éve még, ha valaki azt mondta, hogy becsomizom az ajándékodat, vagy becsomizom az aidat, akkor még visítva röhögtek rajta, vagy ilyen nagyon igénytelen nyelvhasználónak tekintették, most pedig ezek a becéző alakok már tulajdonképpen lassan beszivárognak a köznyelvbe. Na, kicsit elkanyarodtam, tehát a lényeg, hogy az argóban nagyon fontos, hogy csak mi értsük. Ebből adódóan nagyon nehezen kutatható is az aktuális argó, hiszen hogyha már egy nyelvész tudja, hogy az argóban egy szó mit jelent, akkor az onnantól kezdve már nem argó, hanem legfeljebb szleng lehet, és nem véletlen, hogy elsősorban a törvényen kívüliek, magyarul a bűnözők használnak nagyon sok argót, egy ilyen sajátos nyelvet, amit kívülálló nem ért meg. Nos, ennyi lett volna röviden a nyelvjárások és a csoportnyelvek című videó. Sziasztok!